Szeretettel üdvözlöm Önöket a karácsony előtti napokban készül ez a videó, és mielőtt mindenkinek áldott ünnepeket kívánnék és sikeres új esztendőt, szeretnék egy olyan örömhírt bejelenteni, ami inkább engem érint, illetve az olvasóimat is. Megjelent egy új könyv, Rezgésgyógyászat címmel, amit csak az én weboldalamon lehet megrendelni. Nagyon izgalmas olvasmány, ha csak arra gondolunk, hogy már 90 évvel ezelőtt sikeresen gyógyították a rákbetegséget Amerikában, akkor talán ennél többet nem is kell erről mondanom. És hogyha az új könyvemmel együtt megrendelik a régebbi, ugyancsak nagy sikerű Egészség ABC című könyvemet, akkor a két könyv együttes megrendelés esetén nagy árengedményt kapnak. Most pedig akkor rátérnék arra, hogy a mai alkalommal szeretném Önöknek megmutatni a lélekkapu pontnak a fülön történő kezelését. Egy korábbi videómban foglalkoztam már a lélekkapu pontnak a testi kezelésével, a fül rendkívül kényelmes lehetőséget nyújt arra, hogy szintén kezelhessük ezt a pontot gyorsan, könnyen és eredményesen. Mire is való ez a pont? Elsősorban mindenféle stressz, feszültség, alvászavar legyőzésére egy kiváló módszer. A hatása gyors, szinte perceken belüli, és legalább 2 órán át kitart. A fülünkön, úgy fordulok, hogy ezt könnyebben lehessen látni, a fülünkön ebben a felső háromszögletű ároknak nevezett részben található ez a pont. Majd egy rajzol is megmutatom, hogy pontosan hol, de körülbelül ennek a háromszögletű ároknak a közepén. A kezelés úgy történik, hogy a mutatójunkat és a hüvelykujjunkat fogjuk összenyomni, közte lesz a fülünk, tehát ezt a részt átfogom, egyik ujjam hátul, másik elől, közte a fül, és összenyomom a két ujjbegyet. Összenyomom, kicsit nyomva tartom, majd fölengedem. Ezt a mozdulatot lehet ismételni 30-szor, 40-szer, hogy a megfelelő hatást elérjük. Természetesen mind a két fülön érdemes kezelni, akár egyszerre is. Átfogjuk és egyszerre nyomogatjuk. Óriási előnye ennek a kényelmes kezelési lehetőségnek, hogy például éjszaka, ha alvászavar van, az ember szeretne visszaaludni vagy elaludni, akkor nem kell ehhez semmi más csinálni, hiszen fekvőhelyzetben is elérjük a fülünket és meg tudjuk kezelni. Kívánom, hogy Önöknél is olyan jól működjön ez a pont, ahogy évezredek óta működik már a hagyományos kínai orvoslásban, illetve ennek a gyakorlói között világszerte. Jó egészséget kívánok, és még egyszer boldog karácsony és sikeres új esztendőt!